Kurva. Amikor most Let's be spemeljük, do újra akcióban plusz híradó. Spemeljük mindenhol. Tamcsis csoport. Ja. Hát az szaros Tamcsis csoport. Az alap. Az alap, nem? A múltkorira nem reagált senki. Nagyon aktív csoport. Üritlem az admint. Egy jelentett tartalom a működés csoportomban. Komolyan? Ki jelentett mit? És mi? Elmondom én neked? Hát a Ricardo Milot jelentették szépen. Komolyan? Aha, és ez egy idió gyerek, ez egy hát ilyen... Hát akkor tiltsad. X-eljét. A lesz két esze. Lesz két esze? Aha, mert kiadott egy Brutality-t tétó minőségben. Hát akkor Barna jött kifele a potétó gyereket. Szóval Ricardo Milos érzékeny búcsút veszünk tőle. Tegnap csatlakozott. Ma távozik, hát milyen az? Én már be tudom tölteni a izét. Szerintem ezt nem letítottam úgy. De most szépen eltávolítottam. Mutattam, mi izé. Ja, el tudtam távolítani. Na! Akkor mi a pénzon? Hát először kiszpemeljük mindenhova, hogy játszunk. Aztán játszunk. Ja. Tudod, ez a sorrend. A Mortal csoportban csapásod ki fel a szaros streamet. Már mindjárt átírom a csoport nevét, hogy Mortal Kombat X és Mortal Kombat 11 és PUBG csoport. Addig elolvasom az első hírét. Hát akkor kezd meg az én híradót. De ennek is kéne valami néma. Hát a... nem tudom. Hír, robot. Ratyi híradó. Ratyi híradó. Láttad azt a mémet, a Red Dead Redemption 2-t? Ah, láttam. Csomó vörös hajú csaj. Uh-huh. Na szóval... Ratyi híradó. Ennyi. Az órás munkahetekben égnek ki játékfejlesztők. A Red Dead Redemption 2 az évtized egyik nem legjobb videójátéka. A sajtó és a játékosok is odáig voltak tőle, nem véletlenül, mert tényleg elképesztően részletes, akkorlékos, kidolgozott hangnyugat szimulátorról van szó. Több mint 100 órásat húzható végigjátszás során ugyanakkor nyilván senkinek nem jutott eszébe azon emélkedni, hogy kik állnak a játék mögött, hogy milyen körülmények között és mennyi idő alatt készül el a termék. Ez persze nem is várja senki, de mégis érdemes beszélni róla, ahol Morganék kalandja embertelen mennyiségű túlóra árán jutott el a játékosokhoz, ami a játék fejlesztő Rockstar Games esetében ráadásul legalább 10 év meghatározó eleme a szervezeti kultúrának. Az önmagában képest túl szép képet a videójátékiparról, de az elmúlt pár évben olyan nagy múltú és presztízsű fejlesztőkről derül ki távol ugyanez, mint a többek között a Mass Effect trilógiáért felelős Rare, az Unreal Tournament-et és a Fortnite-ot fejlesztő Epic Games, a League of Legends világhírővé vált Riot, a Mortal Kombat szériá mögött álló NetherRealm Studio, a lengyel
Berserk Studio, a Chatterjúniát leszállító CD Projekt. De egyébként itt most egy saját gondolat a cikkbe, hogy de ezt te is olvastad, nem? Amikor a Mortal Kombat fejlesztői hallották, hogy milyen eredetlen körülmények vannak, meg hogy egy csomó ilyen híres videót kellett nézniük a neten, a hónapokon keresztül az gyűjtés folyamán, és akkor a pszichológushoz kellett járniuk, meg... Hát meg sok. Hogy nem munka. Volt külön a nőknek WC, vagy hogy is volt az? Tényleg? Én neked nem... Én azt nem egy cikket olvastam a témában, aztán én. Hát a lényeg, hogy a nőkkel, a női fejlesztőkkel nem voltak túl korrektek. Tényleg? Mert kurva sokat kellett dolgozniuk, és valaki bent aludt, egy csomó fejlesztő bent aludt, mert így tudta legjobban beosztani a teljét, hogy nem tudja már, de ilyesmi voltak benne. A kibúzorik alapján úgy tűnhet, hogy őrületes túloldás nélkül egy nagyobb játék sem készülne el időre. A jelenség pedig annyira beleívódott a játékiparba, hogy magukat alkalmazottak sem tudják elképzelni, hogy bármikor rájelenek mással foglalkozni az aktuális projekten kívül. Hosszú távon nem csak az alkalmazottaknak, de a stúdiók is árt. A probléma azonban annyira sok elemből tevődik össze, hogy hiába próbálnak meg fellépni ellene, végső megoldás lehetetlenül messzinek tűnik. Ennek ellenére vannak ígéretes kísérletek, mostanra pedig úgy tűnik, hogy a játékosok is kezdik érezni, hogy néhány extra hónap nem nagyára fejlesztő csapat mentális egészség megőrzéséért. És akkor meg most azonban a triplás játékok így jönnek ki, hogy kitermelnek néhány belerokkant fejlesztőt is. Szóval egy triplás játék, de kivéve a Ubisoftot, mert róla még nem tudok kiányít. Ez van. Triplás játék, egyedül vesztünk csapatnézét, játékfejlesztőt. Aztán azok mennek a levegőre, a pszichiátriára. Aztán szeszedik a sok frontint, az kellene a libido. Mi megjátszunk a fasz a kis játékkal, amit csinált. Ezzel a fasztalikával? Örüljük te! És a PUBG fejlesztése során vajon hány játékfejlesztő mondhatta azt, hogy... Vége? Jó volt a karriernek, a mentális egészségnek. Egyébként én folytatódik a cikk, de van egy ilyen 2016-os felmérés, hogy az iparban dolgozó 65%-a mondta azt, hogy kellett már káncsolnia. Ez mit csinált? Mit csinálnia? Káncs. Káncsi. Kráncs. Kráncs. Pedig ezt jelent ez a szó. Több mint felük az is hozzátett, hogy az elmúlt két évben többször is eljutott ez, ami nem tudjuk mit jelent. Nem számoltak úgy, és hogy a... Mindenki a túlórálásról beszél. Van ez a kifejezés a kráncs. A jelenség a magyar szintéren is jelen van. Mert van magyar játékfejlesztés? Hát de róluk nem ejtünk szót vele. Nem elég mély szintének ez a helyzet. Tabu. A kulcs szóval megszállott csak. A Rockstar alapító atya úr is a négy Hauser fivérek régóta is kellett arra, hogy a játékaikat rengetegszer alakítják át a fejlesztés közben, az pedig nem volt másként a tavaly megütött Red Dead Redemption 2-nél sem. A játék több elemét alapjaiban tervezték átmenet közben, az utolsó évben például minden átvezető videót széles vásznóval kellett alakítani, hogy jobban hasonlítsanak egy régi vágású western filmre. Erről mindenki azt gondolta, hogy kreatív szempontból jó döntés, viszont írdatlanul sok plusz munkával jár, a már elkészített videókra, ugyanis nem lehet ezt simán ráhajítani két feszettséget, a játék megjelenését nem lehetett tovább tolni, így egyértelmű közöbbi fejlesztő, csak a rengeteg túlóra árán tudják újraalkotni a jeleneteket, a túlóra mértékét nem igazán lehet pontosan belőni, mert a cég és az alkalmazott beszámolói sem mindig voltak konzisztensek, a Kotaku vonatkozó cikkéből,
azonban az egyetem látszott, hogy, és itt jött a záró akkord, hogy a Rockstarnál azért rettentően nehéz dolgozni, mert a stúdiónál a munkakjelő az eszelősen csak órányi munkával. Hát jól van, játszunk el. Erre jár, muszáj játszani egyet. Na, egy, kettő, három. Itt van az 5G-es töltőképernyő. Következő cikkünk a kongói ebolások. Hallod a gyerek. Címet képviselem. Kongói ebolások, micsoda? Harmada gyerek. Ja. Hát ez van tesó. A rossz kelet, dél, nyugat, London, afrikai haverja is. Most nézegethetnek. Megpusztul mindenki. Hát Kongó az kb. Tőlük is olyan messze van, mint tőlünk. Hát szóval. Na jó, azért nem. Tőlük is a balázsa. Az ugyanott van. Afrika, Afrika, nem? Nem mindegy. Afrika, hát az Afrika, az készen van. Na nekem nem van egy izé helmetem. Ez a gyerek úgy néz ki, mint a Watch Dogs-ból, csáó. Nem Watch Dogs. Ja. Hogy is hívják a Watch Dogs-ból, csáó? Az egyből? Aha, az egyből, az egyből. Hova gondoljunk? Hát nem tudom, hogy hogy jöjjön a csávot, de végig játszottam. Bootcamp úttöltére, pont a repülő útvonala alatt az út két oldalán több ingatlan is elhelyezkedik. És az egy ilyen olyan útkereszt, kereszteződés, olyan útelágazkodás, útelágazódáshoz érnénk akkor majd. Igen, tehát ami felett éppen átrepül, ez a szaros repülő. Aha. Na, akkor ugorj neki fel, mert a sok van. Baszképes egy előttem, mindegy, már látom innen. Útelágazódásnál találkozunk. Csóri megyesi! Ez mikor volt már? Pont ezt a kar. Mennyivel tett? Ezt szék mindig emlegetjük. Hát ikonikus. Hát ez... Ja. Ikonikus beszéd volt a parlamentben. Ez a parlamentben volt, nem? Nem tudom. Nem ott mondta a kis szaros beszédét. Oké, kész vagyok. Kész vagyok, van egy bandázsom. Van egy ilyen gáz... Kanna? Mi ez? Gáz? Benzines kanna. Nekem is van. Van egy ilyen Tommy Gunnom. Azt hiszem. Ja nem, nem tudom. Durva, durva. Te amúgy hol vagy? Ez aztán a nagyon durva. Anyám! Nem vetted fel a gránátot? Ott azt már kininjáztam. De? Ja, ez a te vagy. Itt egy kis motor. Fél lesz, hogy most fejeddel. Elvett az enyém, kösz. Szarosan szóval. Kell a csicska vettet? Nem. Nagyon ott vagyunk, tesó. Itt egy scope. Szerintem hat, hatszoros scope, baszki. Ja. Egyet felfele basszik. Level 2-es backpack kell. Aha. Itt egy azért... Ajjaj. Találtam egy rossz dotot. Ajva is az egy forró. Ezt rakom.
Mi az, hogy csapatják az iszonyatot? Csapatják. 28-ba. 28-ba nyomja. Aki ninjázzuk. Jó. Szerintem ki. Azt. Hol vagyunk a körbe? Az is jó. Ja. Menjünk a, ezek felé, az iszonyatok felé. Aha. Rettenetbe. Menjünk az iszonyat felé a rettenetbe. Fúha! Olyan level 1-es táska van itt, hogy nem őrülsz. Hát igen, nem mindenhol találsz azt a... Te nem szereted a gránát? Nem kapod rajta? Uff. Ezek nagyon durrottatnak. A pénkülőt nyomjad be az arcba. Én is benyomok egyet, hogy frankó legyen. Ezek itt ne, egy M4, ez nem kell. Egy M16. Nem kell, de a pénkülőt azt nyomjad be. Már nyomhatom. Te merre vagy? Van szkópod? Van egy rossz szaros horó. Csá, vágy tív! Éppen időben érkeztél a híradóra. A híradóra, híradóra. Ez ebolás gyerekekről fogunk beszélni. Nagyon kenetik a rettenetet. Hány gránátot lehet felvenni amúgy? Jó, ott tart! Az egész közel van. Mi a Balaton, Whitey? Esélyed már elfele. Az aranypart kipróbáltad? Siófok, Lelle, Vogler, Tihany, ezek meg voltak? Jössz, tesó. Hol? Én jövök a bootcamp felé. Ja. Kijöttem az ingatlanokból. De szerintem maradjunk itt, megyünk. Mert nem tudom, nem arra szűkülök. Ez te vagy? Én jövök. Itt ez te vagy, aki itt rohan. Aha. Ja, szerintem ne bootcamp felé menjünk. Nem, pont a másik irányba. De akkor nem mondok, hogy hova menjek. Akkor menjünk arra. Vagy itt bekempelünk és lelőjük azokat, akik jönnek a bootcampből. Azt meséljed el, Whitey, hogy milyen a balcsin süttetni magad, meg azt is meséljed el, hogy voltál-e az aranyparton, Siófokon, vagy esetleg Lellén, vagy Bokláron. Én voltam egyszer Bokláron. Voltál-e Tihanyba, elnézted-e az apátságot, ilyenek meséljél. Legyél aktívan részt a szaros kis streamen. Csak ez egy magyarnak nem ezt jelenti a Balaton, hanem izé szabassan, kenőmájasos kenyér, meg izé sátra, aztán. Ja, hát én ezt nem tudtam. Na, hát ezt így. Mi magyarok így kenetjük. Rettenetet. Meg az izét, ahogy Bödőcs mondta, még a sót is berakjuk a izébe, a szalvétába, meg azt is bele a rűdőládába, a 6000 kalória legyen meg egy nap, és ilyen szertkereskedő találkozó a Balatonparton. És de közben csak a magyarok elmentek kirándulni. Ja. Yeah.
Majd jövőre csatász. Azt mondta? A jövőre? Idén a magyar féle balatonozást berette, Vájtív. Ja. Kenőmájas, kenyér, sátor, egyébként, szabadság. De figyelj már, hogy ott is ilyen sok vihar van. Hát hallod, nem tudom, te hogy vagy vele, Vájtív, de én frontérzékeny vagyok. Hallod, nekem az utóbbi hetekben hát majd szétszakadt a fejem. Tehát a fejfájás az úgy meglátogatott engem, hogy így szerelmi kapcsolat lett köztünk, és napokig együtt aludtunk a fejfájással. Aztán végül szakítottunk, de hogy nagyon sokat küzdök vele. Milyen szerelmi kapcsolataink vannak. Szóval így milyen az időjárás ott a Balcsin? Hogyha ilyen viharos, mint itt, akkor ott is fájna a fejem. Azt figyelj, már innen indultunk el, Csatesz. Én most ott vagyok, ahol elindultunk. Ez a kezdet és a végig, szerintem itt fogunk meghalni. Hát ez nagyon epikus, ez a játék. Ez ilyen, keretes szerkezet. Menjünk Pajnomba, azt mondom. Keretes szerkezet? A bácsi keretes szerkezetű. Menjünk Pajnomba? Mit szólsz? Ez már róla végül is. Velünk mi van? Hát... játszunk. Le fogunk mészárolni. Nem, mi mészárolja mindenkit? Ez a fotoszkó. Na? De mit a felszett? Rettenet? Felvetted a rettenetet? Felvettem a rettenetet az iszonyatba. Csatász? Hát felcsapatjuk itt a lóban, ezt majd jól felveszünk. Fel leszünk membe. Ne ijeszkes, csatász. Nem, bocs. Megnézem, jön-e valami üzenet utánunk. Nem nagyon. Akkor mi most amúgy streamerek lettünk? Tibi. Hát mi már influencerben nyomjuk. Tudom, mi ilyen full influencerek? Mhm. És akkor... ott egy motoros. Hol? Mondjál a számot. 3-10 fele láttam. És mikor hívnak meg minket majd Playit-re? Soha? Hát szerintem az őszire már az én. Hivatalos sajtó tikettel, meg mindennel. Micsoda? Most az eső, hol sütött a nap, de ahhoz képest jó volt, hogy nagyon viharos. Ha, csak ez te hol? Te merre honnan? Én jövök lefelé a dombon, a Csicskapajnán felé. Van egy ilyen les, honnan lehet lesni a vadakat, és én így itt vagyok. Vereted a rettenetet? Hát ez ilyen. Aha, az iszonyatban. Túl keményen. Te vagy ezen a magas lesen? Most jöttem le a magas lesről. Itt vagyok egy autó előtt. Jó, látlak. És ilyen mongúzga koker alap, hogy ez Isten fasza van. Hát, ezt lehozzuk, tesó. Nagyon úgy érzem, hogy ezt most hozzá. Jössz le? Aha, itt vagyok, megittem. Amúgy szerinted mi valaha meg fogunk nyerni egy ilyen kört? De... a gyerzőrözt. Szerintem évek kérdése.
Évek. De így beleverünk, talán 1-2000 órát. És akkor, hát ha. Úristen, valaki 2000 órát játszik ezzel a szarral. Szerintem menjünk be valami képületbe. Ja. Pajnám pont így a közepén van a körnek. Na akkor én gyere ide a folyó menti kis házba. Szépen bejövök, és 12 kell. Ezt lehet felveszem. Akkor ez White Thief, ez hogy nézett ki? Nyomtad izomból a napozást, egyszer csak rátszakadt az ég. Jéges sűrűen van mindennel. Így az ingatlanba, oda megyünk. Gyanyan házat mondtam, elnézést kérek. Szigorúan ingatlanról van szó. Bevettél egy Pepsit? Ja. Na mi van, emberek? Valami legyen magasznak. Senkivel se találkoztunk. Hát mert... A következő meccset... Iszonyat úgy csináljuk. A következő meccset azt úgy csináljuk, hogy egyből ugrunk a Pocsinki vagy Los Leones ilyen nagyvárosba. Jó. Én úgy elindultam vissza a domb fele, ahonnan jöttünk. Gyere már te is arra. Én fölöm. Jövök az egyik háznak a tetejére. Tényleg, de hát itt a körszélén vagyunk. Na. Te jössz? Hát megőrülsz, hát itt nincsen senki, de hol vagy? Lője már rá. Há, ez nem közel volt. Látlak. De valaki téged lő. Valaki téged lő. Engem lő, de... Túlpartól lagánykodik. Valamelyik ingatlanból. Én eldobok egy gránátot be, az a tuti. Ha? Oda bírbe kell dobni. Egy ablakon próbálom bedobni a gránátot, csak így bekiszok. Kurva anyját nézem, nem gondolom. Na, azt kérdezik. 24 élünk, tesó. Azt láttad? Ja. Te járkálsz itt az ajtóban? Aha. Ja. Na, elbeszéltük Tibi, hogy csak ablakon keresztül. Kreténbe. Lássák, hogy vidékiek vagyunk. Majd sosem megyünk be. Ezek hol vannak ezek a rettenetek? Én nemrég voltam Eddie-be. És... Anyám, ez mi volt? Egyszer... Látom a gyereket, látom a gyereket. Hol van, hol van, hol van? 2:20-nál lesi az ablakot. Azt hiszem az a gyerek. De fent lent, mondjam már, hogy hol? Ja, nem, az egy ventilátor, bocs. És komolyan? Komoly. Akkor a szárad is hát, élem. Úgy néz ki, mint egy level 1-es sisakos gyerek. Na, szóval... Hát te nem vagy Thief, nem? Tordára megyünk, ami Erdélyben van. Ott van egy hasadék, egy sóbánya. Én azt szeretném nagyon megnézni. Még soha nem voltam, állítólag nagyon egészséges ott a levegő. Király volt Erdély, ja. Voltam a Bélesi vízszározónál, ami egy ilyen
Aha, mindenki lesz a vagyok csatasz. Kurva nagy víztünetet képzelj el, és egy ilyen gáttal van elválasztva, és körbe hegyek, mindegy gyönyörű hely, mindenképpen érdemes elmenni. Meg a reketjei vízesés, az is kurva jól néz ki. Az meg a reketjén van, mindegyel. Komolyan. Hát a reketjei vízesés, nagyon szép, gyönyörű vízesés volt. Az ilyenekhez szerintem megéri elmenni. Nincs is annyira messze, hát egy pár óra alatt itt ott vagy autóval. És állítólag buszok meg kamionok félnek be ebbe a sóbányába, ahova tervezünk menni Tibivel. És te miért mész át? Merre van a kör? Hülye gyerek. Ja, szóval látsz. Erdély-2-ös pont. Ez. Most elmeséltem. De amúgy vízpart közelében is tök jó. A Balcsi is amúgy királyhely. Félreértés ne essék. Itt van. Hol? Egy srác. 255-nél. Elveszítjük egymást, ez a nagy helyzet többi. Ja. De azért már alig élnek, hallod? Ha ezt lehozzuk, akkor... Azt lehozzuk, akkor azt meg lehozzuk. Lehet, hogy lesz köztünk valami. Hát, bekempelek ebbe a szobába. Meglátjuk, mi lesz. Uha! És te lősz? Ez a tiszta izgé. Szerintem, hogyha ide bekempelnék a szobába, akkor tudni második lennék. Ez most már annyira izgi baznak, hogy mindjárt szepisülöm valahol. Rettenetben nyomják. Azon buzi ventilátor. Top 10! Hallod, top 10, tesó! Nem csináltunk semmit. Az a milyen játék ez. Hát jó. Komolyan mondom, ilyen szenzációsat, mert sose játszottam. Valaki dob egy gránátot. A kurva anyja, nagyon ide dobálja. Ugye eljön a buzi kör. Ja. Ez 9 ember él. 7. Tiszta izgi. Faszom, miért ugrottam. Mi van, buzi? Csotesz top 5. Ezt lehozod. Jézus. Dobd egy gránátot is. Olyan?
Hát nem hallottad a háttérből. Én most téged látok amúgy. Azok. Sajna. Ja, azt a srácot megoldtam, aki téged maradott. Ja. Nem, mert kár volt. Kár volt kiugrani. Körbe vagyok? Nem mi? Nem. Kurva anyját. Ott ugrott be, láttad? Aha. Áááá, kurva anyját! Hát ezt nem szerencsétlenkedtem. Hát ja, én is. No, az meg. Na, ez az egy jó kemete ez a gyerek. De hogy volt szép, amatőrök vagyunk. De az igaz. De botrányos, amit művelünk, az biztos. Na, quit vagy végignézzük? Most amúgy is van csak két ember. Én végignézem. Idáig még soha nem jutottunk el amúgy. Azért új helyzet volt. Én már voltam egyszer második szólóba. Ti azt hiszem, hogy ez a gyerek. Ezt láttad? Láttam azért, hát... Profi. Ez túl rájátszott. You made it to top 10. Yeah. Report. Reportoljuk a gyereket. Reportoljuk, mert megnyer. Reportoljuk, mert kurva jól játszik. Csavarj. Szegény gyerek, mennyit ülhet a képed? Azt írt a gőz István, figyeljél, azt írta az István gyerek, hogy lehet, hogy vagyok a fogytus. Aha. Ez most mit jelent? Ez mit keres itt és miért? Micsoda? Hol? Nem voltál csoportban, beszóltam. Ja, le akarják nullásni az admin. Ennyire... Hát csinálnál valamit, mert ennyire iszonyatba tolják. Hát bannolom. Le akarja nullázni az bannolom. Csóri! Csóri! Az milyen nagy árat fizetett ez a szaros kis kommentje. De... Nagyon mindegy, nem mondom semmit. Na? Na, akkor ott tartunk, hogy mi egy meccs. Romra. És over. Várjál, mert elolvasom az előadás hírünket. Ja. A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén tomboló ebola járványbetegei között 10-ben átlagosan 3 gyerek. Figyelmeztetett kedden az ESZ érdek alapja, a igen az Uniter, amely egyúttal a rendelkezési források megháromszorozására szólított el a helyzet enyhítése érdekében. A Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu és Ituri tartományaiban, nem is hallottam még ezekről, eddig 2670 paciens esetében erősítették meg a betegség tényét, közülük 718 gyerek, valamint több mint felük 5 év alatti, közölte Jerom kimondhatatlan nevű, az UNICEF egészségügyi szakembere, az követően látogatást tett a járvány sújtott térségben az UNICEF számításai szerint. Költségvetésen háromszorozására lenne szükség ahhoz, hogy fel tudja menni a harcot a járványjal szemben, amiben belefoglalkozik az egészségügyi válaszlépés, valamint az egész szociális támogató és zárfogó humanitárius program.
Az egészségügyi szervezet az utóbbi adatai szerint már 1795-ben vesztette életét a betegségből, az említett térség lakosságát ezen kívül a magyarul járvány is súlyt és a helyzetet nehezíti, hogy az ebből a fékezésére irányuló törökvéseket hátrálhatják a helyi fegyveres csoportok, helyi fegyveres csoportok támadásai az egészségügyi intézmények ellen. Az egyébként igazából itt van kanyarú, meg van kis ebola, meg vannak fegyveres bandák, akik a orvosokat, meg minden egészségügyi dolgozót szexuálnak megfelel. És az a lényeg, hogy a betegséget, várjál, 1976-ban a Kongói Demokratikus Közösség keleti felében található ebola folyó melletti településeken észlelték először, a vírus természetes hordozói egyelőre nem ismert, legvalószínűbb, hogy a denevérektől terjedt emberekre forgozó, a betegség fertőzött ember. A betegség fertőzött ember vagy állat testnervével történő közvetlen érintkezés által. A betegség súlyos vérzéssel jár. A halálozási arány egyes esetben akár 90%-os lehet. Jézus. Ja, azt hallottam, hogy ilyen olyan híj sztorik terjengenek ott Kongóban, hogy ezek a dokik hozták be az ebolától, és azért nyírják ki a dokikat, mert fogytosak. Ja, igen, mondjuk úgy, tehát az ott lakók, vagy ezek a szervezetek, akik pénzvárolgatják ezeket a orvosokat, azt hiszik, hogy amúgy, ja nem, tudod, hogy mi volt a cikkben? Az volt a cikkben, hogy kifejlesztettek egy ilyen ellenanyagot, és azzal oltották be az embereket, viszont a később oltottak be, azzal az oltás ellenére is meghalt, és elfelejtették azt az ott lakók, hogy úgy ezek az emberek ilyen méreginek tűnnek be oltóanyag néven. Ja. Szóval tényleg süssük egy kicsit. A koromra. Na várjál már a koromra. 1, 2, 3. De amúgy egyszer nyomhatnánk egy duót is, hogy ne cheateljünk a szólóban. Ja? Ne cheateljünk. Az túl korrekt lenne. Nem, ég hagyjad. Ez egy hülye ötlet. Hát ez az ötlet, ez az elejétől fogva. Még egy utolsó. Bukással van ítélve. A napelemes pilóta nélkül repülőgépet teszteltek Kínában. Ez lesz majd a záró cikkünk. Hát amúgy ez egy kis rövid cipel, jó van benne. Én ezt szépen megnézem, aztán tényleg basszátok meg. Hol valósi vagy amúgy, White Thief? Balaton. Jó, nem. Ott nyaral. De oda valósi. Kérdeztük előbb, Vájtév, hát nem illik visszakérdezni. De válaszolt. Ja, nem is láttam, bocs. A magyar Detroit. Magyar Detroit. Miskolc City, hát... Hívják azt a kilátót? Az Avas. Avas. Miskolc Avas. Mi? Vajti. Ami most következik ingatlan együttes a repülőgép útvonalán, odaugorjunk. Szóval most. Kicsit utána, most. Jaj, akkor egyről beszélünk.
Hintartan együttes. Én a híres városból származom. Ezt senki nem fogja érteni. Tehogy nem. Illetve senki nem találja ki. Te meg szaros... Aratja kis városodat. Kelet-magyarországi régióból. Ííí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 í Miskolc az éjszak-kelet. Jó van, de ide ugrott vagy 50-en. Fél PUBG ide ugrott be az már. Tényleg. Jó, hát ez már ki is A mondó utol van. Jenő is ide ugrott. Szerinted? Ezt te, izé, nyomtad a rettenetet? Sokan vagyunk, és mindenki csapatja viszonylag a rettenetet. Te dobattál ide egy izét, gránátot. De én dobtam. Ezt mi? Tényleg sokan ugrottak itt? Nem érted? Nem, nem értem. Anyját. Csak elkapott a cigán. Hol van? Tehát téged első tudod találni, ebben nekem meg rálátott is adott az arc, volt a mögötted, mögötted. Ah, egyet lelőttem. Ezt lefekszik mellém. Gyors kör volt. Na, hát akkor menjünk is a hát szerintem még egyet játszunk már. Hát ez túl rövid volt. Jó, de 12 perc alatt be kell fejezni. 2 percig, hogyha játszunk, 13. percben úgy kikapcsolom a PS, mint a picsa. Abban a pillanatban. 3-2-1 most, nem? Ha nem fogy ki a töltényem, akkor kinyírom a gyeneket. Várjál, már hadd mondjam el, hogy... Hogy egy kínai cég napelemes repülőgépet fejlesztett, és pilóta se kell bele. Nem japán? Japán cég? Nem, ez kínai. Made in China? Igen, és július 27-én hajtották végre a repülést, kelet-kínai Csöcsiang tartomány, Töcsing megyéjében. Tehát még egyszer hangsúlyozom, kelet-kínai Csöcsiang tartomány, Töcsing megyéjében egyik... Ez most komoly. Komolyan mondom, repülőteréről. Csöcsing tartomány, Töcsing megyéje. Jó van. Így van, így van, így van. Négy légcsavarra rendelkezett, rendelkezik a repülő és a fesztávolsága 15 méter, a jármű csak napelemekkel működik, és maximum 8000 méter magasat képes emeltedik. A nappal 8 órán át tölti a napelemeket, akkor a repülőgép éjszaka kisebességre 12 órán át is tud repülni, de csak és kizárólag Csöcsiang tartom, mint Töcsiang. Ez ocó lesz? Hát remélem, hogy kicsit voltam. 1500-ból kifutja.
Ha van Én gond. azt mondom neked, hogy csapassuk Pocsinki szélére, magányba, Komoly? utazzunk le. Pocsinki Hát persze. észak-nyugati része? Hát 10 pár percünk van. Pocsinki észak-nyugati része. Jaja. Szerintem az a templom lesz, nem? Nem tudom, lehet. Látod, ilyen hülye helységnevek, hogy Pocsinki, meg faszom. Milyen Meg nem izé? Csöcsiang. Milyen nem Csöcsiang tartomány, meg ilyenek vannak a Pamcsibe. Hát az úgy menőbb lenne. Sokkal. Te is ide jössz amúgy. Miért tett, hogy amúgy ez ja. nem is a templom. Ja, jól benézted. Figyeld, mennyien mennek Csöcsiangba. Én szerintem menjem oma. És pénzes gombot azt lehetünk haza. Mert hogy egy gyurocsokon vannak az. Van egy négyszeres szkópom. Vagy nem tudom. Akkor tetsz fel a fejedre. Fölrakom így a szemem elé. Na, akkor nagyon ügyes fiú vagy. Anya. Ezt a vagy? Te passzál meg, hát kilenni. Amúgy ott a templom. Ja, akkor csak OP vagyok, de kapod arra nem menj, arra nem menj. Arra nem arra megyek. Nem menj. De nem éri meg arra menni. Nem a templom fele, amelyre te mész, arra nem menj. Ja, mert? De nem éri meg, hidd el nekem. Hidd nekem, mint barátot mondom, ezt nem éri meg. De vagy nem. Itt egy jó, UMP, már megérte. Akkor jó éjszakát. Annyira röhögni fogok, hogyha megdöbbesz 2 percen belül. Én megyek Pocsinkiba a haverjaim, hoztam meg. Akkor keresd új barátokat. Keresek is. Na, akkor. Kapjátok fel egy. Na, gyere már fel ide a templomba. Ez checkpoint. Itt találkozunk a templomba, jó? Jó. Bent leszek a... A emeleten. Jó? Ehhez tartsad magadat. És tényleg a templomba mentél? Miért mondanám, hogyha nem így lenne? Mert Tati vagy. Hol vagy Marti Rogyi? Van egy iszomnyolt perilem, egy izé, rettenet négyszeres szkoppa. Van olyan? Mhm. Uh-huh. Berlin, rettenet szkoppa. Nekem meg van egy iszonyat. Hát mi ez, sarló? De a Kent elbeveri a rettenet szkópodat, szóval. Hát, jó. Ja. Na, itt vagyok a templom tetején, te? Megyek a templom felé. Ott egy repcső. Na. Fölmentél a templom iszonyatjába. Aha. Tudod, hogy is lehet fölmenni? Hát, üzével, felvonóval. Figyelj, itt van 85-nél egy kék ház. Ha feljössz, akkor ezt vagy? Uh-huh. Itt van egy kék ház, 85-nél. Abba csapasok. Jó. Na, arra tudom ki van már, bazen. Ez milyen fegyver, ami nálam van? MK47. Hallod, Bajt, fit vagy? Az MK47 az... Oda basz. Az... Szerintem az oda basz.
Itt van egy PP19, ha kell. Az mi? Ja. Az az 50 golyós cucc. Ja. Na ez a kicsit az én nyomatja. Látod őket? Nem. De? Én sem. Az oda basz, azt mondja a White Thief. Oda basz? Mhm. Hát akkor ezzel most leaprítok mindenkit. Még senkit sem látok, de majd. Miért látod az? Na, én kimegyek. Csoti. Hol? És megyek 150 felállni, jó? Jó. Én mondtam. Már járt valaki. Ja. Mindegy, úgyis jön egy ilyen iszonyat bomba támadás. Azért nem a kretének az emberek még, persze csukják magam mögött az ajtót. Ja. Mi? Tár van nyitva az összes ajtó. Most csak nem mondom, akkor itt van. Azt a faszom van. Ebben nem lehet felmenni. Kettes közt? Uff, ez közel volt. Jaha. Félelmetes. Na, legyünk! A vége ennek a szarnak. Mhm. Ja? Megyünk? Szóval már faszát ijeszkes, baszne. Cigány. Tudom, mit hiányolok ebből eltérből a tapasú aknákat. Az... izgálom. Ja. Mert az ilyen noobok, mint mi, az meg is lenne egy kis sikerélményük. Az honnan lőtt? Nem tudom. Basztunk, ez pont a másik oldalra van. Most szerintem, hogy másik volt. Kurva az... Ki sem mondom. Toxic vizált. Kinyírt téged? Valódig annyira tele voltam pakolva, hogy... Nagyon kis fullos csávon volt. És tele voltam. Történjel. Négyszer a szkóp. Igen, és megölt? Na, hát engem előtt, mint téged. Sikertori. Nagyon White Thief. Az a helyzet, hogy... Megyünk a prankba. Ja. Köszönjük, hogy itt voltál. Minden. Az egyetlen nézünk. Azok hát... Hát szerintem, amikor már több százezrest lesz a csatornánk, akkor majd büszkén... A társág így kezdődik. Majd büszkén mondhatja a White Thief, hogy ő volt az első, aki felfedezett minket magának. Soha nem jutunk ide, hogy ez menő, nem? Első feliratkozónk lenni.
Majd kiptartottuk a jubileumi jelófaszt, tartottam. Hát az első feliratkozó streamet. Ásza. Jubileumi kiadás. Ja, csak ez a 100 streamet. Jó. Az adásnak vége. Nem mondasz még egy záró izét? Vagy már elmondtad? Ja, tegyük gondolom az izé influencer-t. Na, hát nálad van a hír, izé. Ja, én elmondtam, ami a három stárcsán. Ja, elmondtad, ja. White Thief az elsőről nem maradt. A Red Dead Redemption játékról a lófaszának van, meséltem aztán. Na jó van.